A Torontál Vásárhelyi 406 tanulójával a dél-bánáti régió legnagyobb kétnyelvű iskolája, amelyben 150 magyar ajkú diák tanulhat anyanyelvén. Ahogy Vidrács Krisztina igazgatónő mondja, napi szinten követik úgy a hazai, mint az anyaországi pályázatokat, hiszen van még tennivaló az iskolai épületen. Az infrastruktúrális fejlesztések nagyon fontosak a számomra, hiszen nagyon rászorult intézményünk arra, hogy bizonyos dolgokat itt felújítsunk. Gondolok itt úgy az infrastruktúrára, az épületre magára, hiszen évtizedek óta probléma az intézményünkben az épületnek a süllyedése. Nem régóta az iskolában használják az interaktív táblát is. A komputerek, a mobiltelefonok, a tabletoknak a fogságába kerülnek, és mind kevesebbet olvasnak, és mind kevesebbet foglalkoznak a tananyagokkal. Ez a tábla arra is szolgál, hogy az iskolát újból még közelebbé hozza ezeknek a gyerekeknek. Az egész iskola területén elérhető az internet, elkezdődött az elektronikus napló vezetése is. Hétfőtől már párhuzamosan vezessük a hagyományos naplóval az elektronikus naplót is, és hogyha minden terv szerint halad, akkor a következő iskolaévtől már csak tisztán elektronikusan fogjuk vezetni a naplót. Az iskola felszerelésének a javítását a diákok az elektronikus hulladék gyűjtésével segítik. Már tudják, hogy mit vásárolnak majd a begyűjtött összegből. Szekrény, túljajtókat, új táblát, új széket és új asztalt. A tanításon kívül nagyon sok szakkör működik az iskolában, a téli hónapokban náluk tartják próbáikat a műkedvelők. A citerra szakkör is működik, 3-an vagyunk, a táncsoportban pedig 20-an. Minden évben más táncot tanulunk, idén a sárközit tanuljuk. Tartományi támogatásból tavaly felújították az iskola tornatermét, a Vajdasági Baráti Egyesület támogatásából pedig idén egy osztályterem felújítását tervezik, és egy interaktív táblát is vesznek.